dr. Kacsik Márta a nevem, és ma a fekete erő tortát fogjuk megsütni közösen. Nem tévedés, nem fekete erdő tortát sütünk, hanem fekete erő tortát sütünk. Én is egészséges táplálkozással foglalkozom. Nem igaz az az állítás, hogy csak az az egészséges, ami rossz. Szerintem, ha kipróbálják ezt a tortát, amit most közösen megsütünk, akkor igazat fognak nekem adni. Annyi minden jó dolgot teszünk bele, hogy receptre kellene adni a gyógyszertárakban ezt a tortát. Lesz benne rengeteg antioxidáns, mégpedig különböző fajta antioxidánsok, majd sorra veszem, hogy mi mire jó, és mi micsoda. Úgyhogy kezdjük is el, és nem a tésztával kezdjük, tehát a piskóta tésztával, hanem felmelegítjük először a csokoládét, felolvasztjuk, mert annak egy picit hűlni kell. Ez csak pár másodperc, míg a csokoládé felolvad. Addig elkezdhetjük a tésztának a keverését, ami egy vajjal kezdődik, 125 g puha, nagyon jó minőségű vajat használunk. A nagyon jó minőségű azt jelenti, hogy legalább 80-82%-os zsírtartalmú vajat használjunk. Ezen nem nagyon érdemes spórolni, ha valaki tejfehérje érzékeny, akkor esetleg jó minőségű, neutrális, tehát nem ízes olajjal is megpróbálhatja elkészíteni. Ehhez adunk cukor helyett, mert én cukrot nem használok, stevia és eritrit keveréket. 125 g cukornak megfelelő stevia és eritrit keveréket használunk. Ez a keverék nem emeli meg az inzulin szintet a répacukorral ellentétben, vagy bármilyen más cukorral ellentétben, mézzel ellentétben. És a stevia és eritrit úgy kiegészítik egymást, hogy nincs ez a jellegzetes mellékíze ezeknek az édesítőknek. Sütésálló, tehát nyugodtan lehet használni. Bekapcsolom a gépet, és fehérjedésig verjük a vajat a cukorral. Ez eltart egy ideig. Addig megnézzük, hogy mi van a csokoládéval. Na, már elkezdett olvadni. Lazán felverjük a tojásokat, amit majd a vajas cukros keverékhez fogunk adni. Nem kell túlságosan habosítani, hisz a gép majd elvégzi helyettünk ezt a munkát. Szép fehér lett a vaj és a cukor keveréke, és most elmondanám, hogy mik azok a fontos alkotó elemek, amik olyan különlegessé teszik ezt a fekete erő tortát. Először is lesz benne nagyon sok fűszer. A fűszerek nagyon jó hatással vannak az egészségünkre. Teszünk bele őrölt gyömbért, őrölt szegfűszeget, őrölt fahéjat és őrölt csillagánist. Ez mind a négy fűszer nagyon jó hatással van az inzulin és a cukor háztartásra, úgyhogy ezeket ajánlom gyakran használni a süteményeinkben. Ezen kívül fog belekerülni kakaó a csokoládé mellett, a csokoládé már felolvadt, úgyhogy le is kapcsolom, sőt le is veszem, mert ennek egy picit hűlni kell, hiszen ha a tojásos keverékhez forrón tennénk hozzá, akkor ugye tojásrántottát kapnánk, amit ugye senki nem akar. Lesznek benne tehát fűszerek, lesz benne fekete csokoládé, mindig jó minőségű csokoládét használjunk, legalább 70%-os kakaótartalommal, és a kakaóporból sem ajánlom a zsírcsökkentett kakaóport, hanem vegyük meg a rendes, igazi 22-25%-os kakaóport. A fűszerekből a fahéjon kívül, amiből egy kávéskanálnyi kerül bele, a másik háromból, tehát még egyszer elismétlem, a őrölt gyömbérből, az őrölt szegfűszekből és az őrölt csillagánisból egy ilyen fél kávéskanálnyi kerül bele. Torta lényege továbbá a fekete bogyósok, ugye ez az én szakterületem. A fekete bogyósokkal azért foglalkozom, mert rendkívül magas az antioxidáns tartalmuk. A fekete málna például, amit én most bele fogok tenni a gyümölcspüré részeként, annak az antioxidáns tartalma, tehát a szabad gyökfogó tartalma képessége az ötszöröse a fekete áfonyáénak. Úgyhogy ebből a gyümölcspüréből fogok beletenni két kávéskanálnyit. Hogyha nincs ilyen gyümölcspüréjük, mert ugye hát nem mindenkinek van otthon ültetvénye, vagy nem foglalkozik ezzel ennyire mélyen, akkor arra kérem önöket, hogy mindenképpen jó minőségű, lehetőleg cukormentes
vagy gyümölcspürét, vagy lekvárt vásároljanak, fekete ribizlit, esetleg áfonyát, ha nem tudnak máshoz jutni. A legjobbak a keverékek, csak az a lényeg, hogy ne legyen benne alma, meg egyéb ilyen higító tartalom. Tegyék bele azt, ami dukál, tehát legyen benne az a antocianin, tehát az az antioxidáns tartalom, ami miatt ez a fekete erőtorta tényleg fekete erővé válik. Tehát tegyünk a gyümölcspürénkből két jókora kávéskanálnyit. A fűszereket is hozzátehetjük, tehát a kakaót, a fahéjat, az őrölt szegfűszeget. Egyébként ezek télen nagyon jó melegítő fűszerek is. És még nem mondtam el, hogy szerintem ez a fekete erőtorta, ez egy nagyon férfias torta, úgyhogy nagyon ajánlom a férfiaknak születésnapra elkészíteni, mert tényleg egy tömény, fűszeres, jó ízű tortáról beszélünk. De én azt hiszem, hogy ha kipróbálják, akkor nem csak a fiúk kedvencévé válik a családban. Tehát beletesszük most a fűszereket, ezt összekeverjük, de lazán, hogy nehogy itt ilyen kakaófelhőbe burkolózunk. Talán sikerült. Teszünk hozzá egy pici vanília kivonatot, igazi vaníliát használjunk. Aromákat és színezékeket, mesterséges fűszereket ne használjunk. Akkor a fűszerek benne vannak. Most lassacskán, fokozatosan hozzátesszük a tojást, amit lazán felvertük. Nem egyszerre, hogy emulgálódjon a vajjal, ugye ez szükséges ahhoz, hogy jól összekeveredjen. És közben elkészítem a lisztet. Na most a liszt az lehet mandulaliszt, hogyha gluténmentesen szeretnék készíteni, ha van olyan a családban, aki a glutént nem tolerálja. Én most kétharmad arányban teljes kiőrlésű lisztet használok, és egyharmad arányban fehér lisztet. A teljes kiőrlésű liszt szintén olyan hatással bír, hogy nem emeli meg az inzulin szintet, sok jó rost van benne. Ha lehet, akkor biominőségűt használjanak a glifozátok miatt, ugye sajnos a mezőgazdaságban túl sok vegyi anyagot használnak. Úgyhogy összekeverem a kétfajta lisztet, és beleteszem a kávéskanálnyi sütőport. Ezt szépen összekeverem. És lényegében, ha a lisztet beletesszük, és utána a vörösbort, ami nagyon fontos, kész is lesz a tésztánk. A vajas fűszeres keverékünk készen van, úgyhogy apránként hozzátehetjük a lisztet. Ezt sem egyszerre tesszük, hanem úgy körülbelül harmadolva vagy felezve. Most már egy sűrű masszát kaptunk. Amihez hozzáönthetjük a titkos hozzávalót, a vörösbort. Ez másfél deci vörösbor, és ugye minden szakács el szoktam mondani, hogy én is elmondom, hogy mindig olyan minőségű vörösbort használjunk a főzéshez, amit egyébként is meginnánk. Tehát ilyen olcsóbb asztali borral ne próbálkozzunk. Miért használunk vörösbort? Azért, mert a vörösbornak magas antioxidáns tartalma van, a resveratrol nevezető anyag által, sőt, vannak benne nagyon jó csersavak, tanninok, amelyek szintén jó hatással vannak a szív- és érrendszeri betegségekre. Ugye ismeri mindenki az úgynevezett francia paradoxont, hogy a franciák aránylag elég sokat esznek, de isznak hozzá valamennyi vörösbort, tehát nem liter számra isszák a vörösbort, de az étkezésekhez azért a vörösbor az úgy dukál, és ténylegesen alacsonyabb a szív- és érrendszeri megbetegedések száma Franciaországban. Annak ellenére, hogy jó sok sült kacsát, konfitált kacsát esznek, abiben azért a zsír mennyisége elég jelentős. Tehát most összedolgozzuk a kettőt, először megint csak az emulgálás miatt egy keveset öntünk bele, bekapcsoljuk. Ne feledkezzünk el a fekete csokiról sem, amit ugye előzőleg felolvasztottunk. Fontos összetevő ennek a tortának, úgyhogy most beleöntöm. Sőt, úgy teszem bele, hogy még nem kapcsolom be a gépet, mert megtörténhetne, hogy
csoki felhőbe, vagy csoki csíkokba öltöztetne ez itt minket. Ezekre mindig vigyázni kell. Ezek ilyen kis konyhai balesetek túlságosan nagy gondot nem okoznak, de kellemetlenséget igen. És most semmi más nem csinálunk, csak egyszerűen belehelyezzük, belerakjuk az előre kiolajozott kuglóf sütőbe a tésztát. Na most, ha nem ilyen szilikon az anyag, vagy nem tapadásmentes a sütő, akkor érdemes ki is lisztezni. Erre nekünk most nincs szükségünk, mert a szilikon ezt megoldja a liszt nélkül is. Egy olyan közepes sűrűségű anyagról van szó, amit kaptunk, és ezt egyszerűen csak szépen elhelyezzük ebben a kuglóf sütőben. Megpróbáljuk úgy bele rakni, hogy mindenütt egyformán legyen, de ezt később is meg tudjuk csinálni a spatula segítségével, úgyhogy ez sem egy nagyon bonyolult feladat. Semmi trükk nincs benne, tehát igazából kezdő háziasszony nyugodtan kipróbálhatja ezt a receptet. Ha betartja azt, hogy részenként adjuk a tojást, és részenként adjuk a bort az anyaghoz, a tésztához, akkor nem lehet semmi gond. És ha ilyen szépen előkészítjük az anyagokat, mint ahogy itt elő volt készítve, akkor igazából egy 20 perc alatt a sütőben lehet a tészta, amit viszont már gondosan előre 160-170 fokra felmelegítettünk. Az előre bemelegített, felmelegített 160-170 fokra beállított sütőbe helyezzük a süteményt. Lehet légkeverésesen is, lehet légkeverés nélkül is. Ez egy úgynevezett zsíros piskóta, tehát bírja mind a kettőt. Előkészítjük az úgynevezett áztatólevet. Az áztatólé szintén fog tartalmazni vörösbort, csak azért, hogy még több resveratrol és antioxidáns kerüljön ebbe a finom tortába. Úgyhogy most elkészítjük ezt. Nagyon egyszerű dolog. Fogunk egy edényt, és az előkészített megint másfél deci vörösbort beleöntjük. Hozzáadunk 50 ml vizet, tehát összesen 2 deci áztatólevünk lesz. És hozzáteszünk 40 g-nyi cukornak megfelelő én édesítőszert, tehát vagy cukrot teszünk bele. Az a véleményem, hogy ha nem eszünk állandóan cukrot, és nem eszünk állandóan fehérlisztet, akkor mindkettőből megengedhetünk magunknak néha valamennyit. Tehát én nálam nincsenek tiltólistás tápanyagok, vagy táplálékok, alapanyagok. Mindig a mennyiségtől függ, hogy ártunk-e magunknak vele, vagy nem. Ezt csak felmelegítjük, elolvasztjuk benne a cukrot, és amikor megsült a sütemény, akkor 20 percig pihentetjük, kivesszük a formából, a formát kitisztítjuk, hogyha esetlegesen lisztes vagy nem teljesen tiszta. A áztatólé felét bele fogjuk önteni a formába, a másik felét pedig a tetejére. Ez pár perc alatt a sütemény megbeszívja ezt az áztatólevet, és ennek az lesz az eredménye, hogy egy olyan süteményt kapunk, egy olyan édességet, ami 2-3 nap múlva sem fog kiszáradni. Körülbelül 40-45 perc után kivettük a sütőből a süteményt, és hagytuk 10-15-20 percig hűlni, csak azért, hogy az áztatólébe újra visszatehessük. Úgyhogy fogjuk. Kiemeljük kézzel a süteményt, hisz már olyan hőmérsékletű, hogy erre képesek vagyunk, ezért kell az a 20 perc, hogy meg tudjuk fogni. Ha szilikonos formát használunk, akkor igazából nem is kell takarítani. És itt van az áztatólé, ami körülbelül 2 deci, mint mondtam. Felét belehelyezzük így az aljába. Körülbelül, mondjuk így. És óvatosan visszahelyezzük a süteményt a formába, úgy, ahogy azt a minta adja. A másik felét pedig rálocsoljuk.
ettől lesz olyan nagyon finom, szaftos a sütemény, jó ízű, és mint mondtam, még több antioxidáns resveratrolt tannint viszünk bele. Ja. Megvárjuk, míg a sütemény felszívja az összes folyadékot, ez egy olyan 10-15 perc alatt megtörténik. A sütemény már beszívta az összes áztató folyadékot, úgyhogy kivehetjük, és akár rögtön a tálaló tálcára is tehetjük, és ott fogjuk díszíteni. Nagyon szép lett, és nem csak szép, hanem nagyon-nagyon finom is. Én most a saját készítésű fekete ribizli lekvárt és somlekvárt fogom használni. Megint csak arra tudom önöket kérni, hogy a lehető legjobb minőségű gyümölcspürét vagy lekvárt szerezzék be. Nagyon fontos. A zselé, a gyümölcs zselé, az semmi más, mint ennek a két lekvárnak a keveréke, felmelegítve egy nagyon pici vízzel, és zselatinlapkával van sűrítve. Tehát ez kétféle lekvár, pici víz, ami egyébként is szerintem a melegítéskor elpárolgott, és két zselatinlapka van. Arra fel szeretném hívni a figyelmet, hogyha savas gyümölcsökkel dolgozunk, akkor a zselatinlapkából többet kell használni. Ez egy ilyen szabály. Ugyanúgy érvényes, hogyha citromleves zseléket szeretnénk készíteni. Én nekem az a tapasztalatom, hogy olyankor dupla annyi zselatinlapkát kell használni, mint ahogy egyébként rá van írva a csomagolásra. Ezt most tetszés szerint megdíszítjük. Én így ezekbe a mélyedésekbe szoktam beleöntögetni, ahogy éppen tetszik. Ugye a fekete csokihoz, ami benne van, a vörösborhoz, szerintem minden gasztroszakértő egyetértene velem abban, hogy nagyon-nagyon illik a savas bogyósok íze. És hogyha ezt egy ünnepi ebéd vagy vacsora desszertjeként szolgáljuk, akkor bátran önthetünk hozzá vörös bort, tehát a beszélgetés, a családi beszélgetés vagy a baráti beszélgetés egy ilyen süteménnyel kezdődhet, és a borozással folytatódhat. Picit meg fog dermedni, majd mikor ugye lehűl. Most egyelőre még meleg, viszont kihasználva ezt a állagát, fekete málnával, vagy amilyen bogyósuk van, lehet az piros málna is, szeder, vagy bármi, amit önök úgy gondolnak, hogy szeretnek. Ilyen szép kis királyi koronát készítünk belőle. És ugye, mint mondtam, az antocianinok, ami az antioxidánsoknak egy családja, polifenolok családjába tartozik amúgy, a sejt szintű gyulladásokat gyógyítja. Nagyon sok rejtett gyulladás van a szervezetünkben, sajnos, az oxidatív stressz miatt. Ugye a külső hatások, amelyek érnek minket, ez a fizikai stressz, vagy a rossz levegő, vagy a rossz minőségű táplálék, ez rejtett gyulladásokat okoz a szervezetünkben, és ezek a fekete bogyósok tartalmaznak antocianin nevezetű anyagot, amelyekről a kutatók már megállapították, hogy a rejtett szintű gyulladásokra nagyon jó hatással vannak. Tehát ha a fekete bogyósokról beszélünk, akkor én nagyon könnyű helyzetben vagyok, mert egy egész ültetvénnyel rendelkezem a fekete bogyósokból. Az ültetvényt azért hoztam létre, mert nekem is problémáim voltak az inzulin rezisztenciával, tehát a szénhidrát anyag cserével. 6 évvel ezelőtt inzulin rezisztenciát diagnosztizáltak nálam, és a kutatásaim alapján, mivel én matematikus vagyok, egy ilyen kutató típus, arra kellett rájönnöm, hogy valószínűleg rejtett gyulladások támadták meg a hormonrendszeremet, és hát megmondom őszintén, hogy a táplálkozás némileg módosításával, bár én nem táplálkoztam nagyon egészségtelen, nem ettem cukrot, nem ettem fehérlisztet, mégis elég volt ahhoz, hogy a hormonrendszeremet tönkretegye az oxidatív stressz. Ezekkel a fekete bogyósokkal kigyógyítottam magam az inzulin rezisztenciából. Én ebben a receptben a polifenol aktív terméket használtam, ami a patikakert saját termesztésű, saját feldolgozású, saját értékesítésű terméke. Nagyon kevés mennyiségben tudjuk ezt előállítani, mert egyenként szedjük le a bogyókat,
amiatt, hogy a hatóanyagok, az antocianinok a héjukban van, és azt nem szeretnénk melléktermékként kidobni, levet facsarni, bár sokkal egyszerűbb lenne, de mi azt szeretnénk, hogy ezekbe az üvegekbe a legtöbb hatóanyag belekerüljön, és segítse a beteg embereket, vagy azokat, akik nem szeretnek beteggé válni az egészséges táplálkozás és az egészség megőrzésében. A torta elkészítésének utolsó fázisa, ez már csak egy opció, de én szeretem még turbózni a dolgokat, és azért neveztem el dupla csokis fekete erő tortának, mert most még csoki lapkákat fogunk helyezni így köré. Nagyon egyszerű, ezeket a csoki lapkákat én már előre elkészítettem, mert hűlniük kellett. Ezt úgy kell elképzelni, hogy veszünk két ilyen fóliát, és felolvasztjuk a fekete csokoládét, és csöppentünk kis kanállal ilyen kis halmokat rakunk le, ráhelyezzük a fóliát, és ilyen kis lapkák alakulnak ki, hűtőbe tesszük, és mikor egy fél óra, egy óra múlva kihűl, akkor díszíthetjük. Na most én ezt megint csak gyümölcspürével díszítettem, mert lehetne mindenfajta színezékkel, ezüstporral, aranyporral, bármivel díszíteni, de mivel azok szintén olyan dolgok, amiket én nem javaslok megenni, mert sok kicsi, sokra megy alapon mérgezzük magunkat ezekkel az aromákkal, színező anyagokkal. Ezért én természetes módon adtam neki egy kis díszt, rácsöppentettem az előbb használt zseléből, és ezzel adtam neki egy kis pluszt. Most semmi más nem csinálok, csak egyszerűen fogom ezeket a lapkákat, és úgy, ahogy jönnek, természetesen körbe rakom, amit aztán természetesen a tálaláskor le lehet kapkodni, ki mennyit kér, mennyi jut. Ha kiszámolnám, hogy mennyi antioxidáns van ebben az aporuska kis tortában, akkor szerintem meglepődnénk mindannyian. Ezért is állítom továbbra is, hogyha én orvos lennék, és az egészséges táplálkozás a szívügyem lenne, akkor én ezt bizony receptre adnám. Íme a dupla csokis fekete erő torta, tele antocianinokkal, antioxidánsokkal, resveratrollal, fűszerekkel, tanninokkal, rostokkal, rengeteg mindennel, ami hasznos. Nincs benne olyan elem, ami haszontalan lenne a szervezetünknek. A pontos receptet a Patika Kert honlapján www.patikakert.hu a blogok között megtalálják egyéb egészséges receptek között. Váljék egészségükre! A műsor és az egészségvédő táplálkozás támogatója a Patika Kert. www.patikakert.hu